Összefognak a megyei almatermesztők, ha kell, nem szállítanak addig, amíg a feldolgozók nem emelnek a léalma árán, amelynek kilóját jelenleg 17 forintos áron veszik át. Sok a parlagfű, több a fertőzött terület idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a csapadékos és napos időjárásnak köszönhető. Korszerűsített épületek, több mint 200 millió forint, ennyit fordított oktatási nevelési intézmények felújítására idén a Nyíregyházi önkormányzat. Összefognak a megyei almatermesztők, és ha kell, nem szállítanak addig, amíg a feldolgozók nem emelnek a léalma árán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről Balkányban egyeztettek a gazdák a Magosz rendezvényén a hétvégén. A léalmát jelenleg kilónként 17 forintos áron veszik át az üzemek, holott idén ipari almából is kevesebb van. Balkányban tanácskoztak a gazdák, mi legyen, hogyan próbálják meg legalább az önköltséget fedező áron eladni az almát, ugyanis sokan elgondolkodtak azon, hogy le sem szedik, ha nem éri meg. Kevés az alma, az ültetvényeket tönkretette az időjárás, és ipari almából sincs nagy hozam, ezért sem értik az almás gazdák, miért nincs ára a gyümölcsnek. Elfogadhatatlan, tarthatatlan és tűrhetetlen az, hogy az összes feldolgozó összebeszélve, ugyanazt az árat meghatározva, önköltség alatt akar ilyen hozamok mellett vásárolni úgy, hogy a gazda a saját pénzét tegye hozzá és adja nekik oda ajándékba. Tehát tarthatatlan. A gazdaköri elnökök a fórum előtt megbeszélték, hogy összefognak és nem adják önköltség alatt a léalmát, az új pályázati rendszerben pedig megteremtik számukra a lehetőségét egy szövetkezetnek is. A gazdáknak a figyelmét felhívták arra, hogy a kárenyhítési alapba befizetéseiket szeptember 15-éig teljesítsék, a megyei agrárkárokat jelenleg is összesítik, a kárt szenvedett termelők jövőre pénzhez juthatnak. Az MVH kiszámolja azt, hogy minden gazdának személy szerint mennyi kell befizetni a kárenyítési alapban, és akkor ez a szeptember 15-e, ameddig be kell, hogy érkezzen, és akkor november 15-ig még lesz egy teendője, amikor azt a bizonyos hozamértéket kiszámoltassa, hogy őtet mennyi kár érte, és akkor ezek után tudjuk megállapítani, hogy összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összességében is mennyi kár keletkezett, illetve személyenként, hogy ki mennyi kárenyítésben részesül. Az agrárvidékfejlesztési pályázatok 70%-a elérhetővé vált szeptember 10-éig, erről tájékoztatott a miniszterelnökség. A keretösszeg 904 milliárd forint, 32 új pályázati felhívás még hátra van. Az agrárkörnyezetgazdálkodásra 158 milliárd forintot fordítanak a pályázati címre, nagy az aktivitás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pályázatok 37%-a a kertészeti ágazatra érkezik. A ciklusban szeretnék a beruházási pályázatokat és az agrártermékek értékesítésére szánt keretet teljes mértékben kihasználni. Több a parlagfűvel fertőzött terület idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a csapadékos és napos időjárásnak köszönhető. A szakemberek azt mondják, ennek ellenére a levegő pollen koncentrációja nem rosszabb a korábbi évek átlagaihoz képest. Rendőrségi helikopter száll fel a nyíregyházi repülőtérről, fedezetén a kormányhivatal szakembereivel. Az őszi terményeket és a már tarlós földterületeket ellenőrzik parlagfű után kutatva, ugyanis az idei évben ismét kiemelten figyelik az allergén növény elterjedését. Kiemelt feladatunk a parlagfű ellenőrzés, ez természetesen a kormányhivatal végzi, és ugye a kormányhivatal egységes, de a kormányhivatalon belül a földhivatali főosztályunk és a növény- és talajvédelmi osztályunk ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget, a technikai segítséget pedig az országos rendőrfőkapitányság biztosítja. Amit látják, ez most légiúton történik, de emellett a kollégák természetesen terepmunka során is nézik a parlagfű fertőzöttséget. A kormányhivatal szakemberei szerint megyénkben az előző évekhez képest idén nehezebb a parlagfűmentesítés, mivel a több csapadék miatt jelentősen megnőtt a fertőzött területek mérete. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt évhez képest nehezebb a helyzet a parlag mentesítéssel kapcsolatban, ugyanis sokkal több csapadék esett ebbe az évbe, sokkal intenzívebb volt a csirázás, illetve a parlagfűnek a növekedése is. Viszont a
csapadék miatt a napraforgó, illetve a kukoricatáblákban a gyomírta ószereknek a hatása is jobb volt, de összességében több fertőzött területünk van, mint tavaly. A pollen koncentráció az nagyságrendi különbségek nincsenek, tehát nagyságrendekkel nem növekedett. A kormányhivatal a feltárt területek GPS koordinátai alapján jegyzőkönyvet vesz fel, majd hivatalos levélben felhívja a földtulajdonosok vagy földhasználók figyelmét a közérdekű védekezésre. Ha a parlagfűmentesítés nem történik meg, a szabályszegők 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő bírságra is számíthatnak. Több mint 200 millió forint ennyit fordított oktatási nevelési intézmények felújítására idén a nyíregyházi önkormányzat. Az elmúlt hónapokban összesen 5 bölcsőde, 10 óvoda, 7 általános és 7 középiskola újult meg. A legtöbb intézménynél olyan beruházásokat végeztek, amelyekkel a rezsiköltségek csökkenthetők, de volt olyan is, ahol már több évtizedes hiányt pótoltak, például 50 éves csempét cseréltek le. Ezek a felvételek a Szőlőskerti Általános Iskoláról készültek még augusztus elején. A Nyíregyháza Nyírszőlősi Intézményt hőszigetelték, ezzel is csökken majd az iskola fűtési költsége. A megyeszékhelyen többek között a Napsugár óvodán és a belvárosi Kodály Zoltán Általános Iskolán is végeztek felújításokat. Itt az Őzike bölcsődében is voltak munkálatok nyáron, többek között az 50 éves csempéket cserélték le, és falakat festettek az intézményben. Az idei évben 3 gondozási egységünk, amely 6 csoport szobát érint, valamint a hozzátartozó kiszolgáló egységek, a fürdőszobák, a babakocsitárolók, valamint a bejáratnak a felújítása is megtörtént. A gondozási egységekben, a csoportszobákban a felújítások takarták szintén a fűtésnek az átalakítását, valamint a padlózat cseréjét, a beépített szekrényeknek a felújítását, festését, és a további munkálatokat pedig az intézmény dolgozói végezték el, hogy a dekorációk is, a biztos környezet is, a változat környezetet tudják biztosítani a gyerekek részére. A 76 férőhelyes teltházzal működő nyíregyházi bölcsődébe a polgármester ajándékot is vitt a kicsiknek, majd a felújításokról szóló tájékoztatón azt mondta, 2013 óta folyamatosan segítik az önkormányzathoz tartozó oktatásnevelési intézményeket, ráadásul saját erőből. Ez egy folyamat, az itt az Őzike bölcsődében is érezhető, hiszen itt ez a harmadik nagyobb felújítás volt, és a 3 felújítás együtt közel 50 millió forintot jelent. Korábban volt a villanyáram, gépészet, volt a vezetékrendszer cseréje, most pedig a padló, a falburkolat, nyilázáró csere valósult meg. A polgármester hozzátette, az önkormányzat további 3 közép és 2 általános iskola komplex felújítására is pályázott. A támogató döntés alapján akár jövő nyáron elkezdődhetnek a beruházások. Digitális technológiával bővült a tanárok és a diákok eszköztára Kisvárdán. A Felső-Szabolcsi Város 3 oktatási intézményében adtak át úgynevezett okos osztálytermeket. Az iskolánként elnyert 8 millió forintos pályázati támogatás segítségével. Egy próba órán mutatták be az érdeklődőknek a Besenyei György gimnázium tanulói és tanárai az új digitális okostanterem eszközeit működés közben. Az intézmény 2 másik kisvárdai iskolával együtt többek között hozzájutott nagyméretű fali monitorokhoz, több mint 100 munkaállomásként használható táblagéphez, illetve az internet elérést lehetővé tevő wifi csomagokhoz és szoftverekhez. Azt hiszem valami tantárgy esetében fogjuk ezt használni, hiszen itt a városban ugye 3 teremnek az átadására kerül sor, a Besenyei gimnáziumon kívül a II. Rákóczi Ferenc szakközépi szakiskola és a Somogyi Dezső általános iskola kap ilyen termet, ami azt jelenti, hogy közelebbről még, hogy valamennyi iskolából 20-30 kollégának a 4 napos képzésére is sor került, tehát elvileg a tanárok megkapták azokat az ismereteket, sokszor speciális ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy ők hatékonyan használják ezt a rendszert. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a széles sávú internetelérést biztosította az iskolák számára, a város önkormányzata pedig a megfelelő felszereltségű termeket. Örömmel vette az önkormányzat ezt a projektet,
annál is inkább, mert egy lehetőséget teremt ugye a digitális technikának egy modern pedagógiával alkalmazására. Mi pedig a város igyekezett, mint működtető a tanterem kialakításban segíteni, a tanteremet olyanná tenni, alakítani, hogy alkalmas legyen a modern technika bevitelére, kezelésére. Az ünnepélyes átadón Facskó István, a Samsung Electronics Europe regionális vezetője elmondta, az átadott eszközök megkönnyítik és élményszerűvé teszik a tanárok munkáját és a diákok tanulását. Büszkék vagyunk arra, hogy már 20 fölött van a létszáma ezeknek az iskoláknak, illetve smart schooloknak Magyarországon. Hát a célunk az, hogy minél többen hozzájussanak ezekhez a digitális eszközökhöz, amiknek a segítségével sokkal könnyebben tanítanak a tanárok, a diákok pedig sokkal könnyebben, élményszerűbben tanulnak. A rendezvényen elhangzott, a fejlesztés példaértékű Magyarországon, a kisvárdai pedig komplexitása miatt kiemelkedik a többi hazai okostanterem sorából is. Holokauszt vendorkiállítás érkezett Nyírbátorba, a tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte a 3 pontot a Kisvárda Master Gúda labdarúgó NB2 8. fordulójában. Révész Attila együttese Erős Gábor góljával 1-0-ra nyert Szegeden a Seoul otthonában. Megnyerte saját rendezésű tornáját a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B-re készülő együttes legyőzte a Kassát és a Budapesti Honvédot, valamint vereséget szenvedett a Tiszaújvárostól. Holokauszt vándorkiállítás érkezett Nyírbátorba. A tárlatot egy debreceni túlélő emlékei alapján készítette az Életmenete Alapítvány. Egy olyan vagonban alakították ki a kiállítást, amelyekkel a munkatáborokba szállították az embereket a II. Világháború idején. A megnyitón jelen volt Colin Bell, amerikai nagykövet is. A holokauszt áldozatainak szólt az ima hétfő délelőtt Nyírbátorban. Ehhez hasonló vagonokban szállítottak el több ezer embert Magyarországról lengyel és német munkatáborokba a II. Világháború idején. Innen Nyírbátorból 2000-nél is többet, hangzott el a holokauszt vándor kiállítás megnyitóján. Forgácsi János 16 éves volt, amikor Gödöllőről 79 társával együtt Lengyelországba vitték. Az összesen 80 főből egyedül ő érkezett haza Magyarországra. A munkatáborokban folyamatosan terrorban tartották őket, élelemhez is alig jutottak. Én olyan éhes volt, abban a csajkából egy kanállal elvettem ebből a levesféléből, a számba vettem, és akkor fordult be a sarkon. Hát ez rettenetes bűn volt, oda jött, én elsősorban álltam, a kezemben a csajkával, oda jött, rettenetesen leordított németül, majd láttam, hogy kigondolja a pisztolytársát, hogy agyöllő. Hát ez egy akkora bűn. Majd lehuntam a szememet, teljesen mindegy volt, kilátástalan volt, hogy valaha megszabadulunk, teljesen mindegy volt, hogy hol döglünk meg, lehuntam a szemem, vártam, de nem lőtt nagyon, visszatette a pisztolyát, elvette a csajkát, és itt baloldal arcul vágott. Így menekültem meg egy másodperc alatt, hogy most nem tudtam volna elmondani. Forgácsi János végül 1945. szeptember első hetében érkezett haza. Itthon nem tanulhatott egyetemen, így külföldön végzett villamosmérnökként, majd 39 éven át dolgozott Magyarországon. A most 88 éves férfi szerint fontos, hogy történetét minél többen megismerjék, és főleg a fiatalok tanuljanak belőle a hasonló tragédiák elkerüléséért. A megnyitón az Amerikai Egyesült Államok nagykövete is részt vett, aki beszédében kiemelte, a gyűlölet és az intolerancia mai napig él, ezeknek az érzelmeknek pedig a hasonló kiállítások és az oktatás az ellensége. Unfortunately, we see these things alive in today's world. Ezek a dolgok sajnos mai napig velünk vannak, a békés jövő nem garancia, ezért együtt kell azon dolgoznunk, hogy gyermekeink jövője ne legyen hasonló. Sure. That future for ourselves and our children. A tárlat egyik különlegessége, hogy egy hasonló marhavagonban rendezték, amelyben az embereket is szállították, így nem mindennapi módon ismerhetik meg a látogatók a történteket. A vándorkiállítás szeptember 17-ig szombatig látogatható a nyírbátori vasútállomáson. Magyarország régi ízeit kóstolhatták meg a Sóstói Múzeumfaluba látogatók vasárnap. A gasztronómiai fesztiválon a tájjellegű magyar és nemzetiségi konyha ételeiből választhattak a régi ízeket kedvelők.
A szervezők nem csak az ételekkel, hanem a kísérő programokkal is egy történelmi időutazásra invitálták az érdeklődőket. Régi, hagyományos ételek készültek a múzeumfaluban. Volt töltött káposzta, kecskepörkölt, tört passzúj és finom desszertek is kerültek az asztalokra a portákon. 18 helyszínen főzték a tájjellegű ételeket, amit szívesen kóstoltak a régi ízek kedvelői. Tormás töltött káposztát, ami kukoricadarával van töltve. Miért ezt választottál? Hát mert egyedül én szeretem a tormás töltött káposztát, a párom nem, így sajnos ki kell használjak minden pillanatot, hogy ehessek. A Népi Ételek Fesztiválján hagyományőrző csoportok is felléptek. A népi ízőrző lovagrend pedig igazi középkori lakomáról gondoskodott. A fesztiválon a nemzetiségi konyhák ízei is remekeltek. A lengyelek káposztás étele mellé lapotya készült. Hasonlít a fánkhoz, de mégsem olyan, mert a lisztbe az egészben megfőtt burgonyát lereszeljük, mint egy tököt szoktunk. Ezt belemorzsoljuk a lisztbe, és onnantól kezdve só, élesztő, cukor. Szabolcs-Szatmár Bereg megye tájegységei is bemutatkozhattak az idei rendezvényen. A beregi ízek az országban is egyedülállóak, hagyományőrzőek. Termékeik, mint a szilvalekvár pedig hungarikum. A gasztronómiai fesztivál jó lehetőséget kínált a tájegységek bemutatkozására. Köszönjük a meghívást, hogy eljöhettünk erre, és bemutathatjuk a bereget, a bereg ízeit, a bereg hagyományait. Hisz az ukrán határ mellett szinte nem is azt mondom, hogy el vagyunk szigetelve, de távol vagyunk mindentől, és nagyon nehéz az embereket lecsalni, megmutatni a táj szépségét, az embereknek a vendégszeretetét, és ez egy nagyon jó alkalom az, hogy itt lehetünk, bemutathatjuk, és megpróbáljuk lecsalni az embereket a beregbe. A szabadtéri múzeumban hagyományőrző egyesületek bemutatóin is szórakozhatott a közönség, a fesztivál a családoknak is hétvégi kikapcsolódási lehetőség volt. Megszerezte a 3 pontot a Kisvárda Master Gúda a labdarúgó NB2 8. fordulójában. Révész Attila együttese Erős Gábor góljával 1-0-ra nyert Szegeden a Szeol otthonában. A várdaiak szerdán a Cigándot fogadják. A bajnoki szünetet követően Szegeden az újonc Szeol otthonában lépett pályára a kisvárdai futballcsapat. A vendégek a 10. percben megszerezték a vezetést, a tavaly 19 gólig jutó Erős Gábor szezonbeli első találatával juttatta előnyhöz csapatát. A folytatásban is a vendégek domináltak, de a szünetig nem született újabb gól. A fordulás után óvatosabb játékra váltott a Várda, amely azért Szabó és Rajci révén 2 kapufáig eljutott. Mivel a hazaiak próbálkozásai rendre kudarcot vallottak, a Kisvárda 1 gólos győzelmével elhozta 3 pontot a Tisza partjáról. Mi irányítottuk a játékot, nem nagyon tudott kijönni a Szeged a saját 16-osáról. Ebből voltak a több lehetőségeink, helyzetünk is még, 2 óriási zicser, de a második fél időben megváltozott a játékképe. Egy picit, mert bátrabban kijebb jöttek, ezáltal viszont nekünk nagyon nagy helyzeteink voltak, amit sajnos nem tudtunk érvényesíteni, úgyhogy van mit dolgozni, amit természetesen szeretnénk mi hamarabb kijavítani, hogy a kontrajátékunkból, mert eddig azért nem volt sok lehetőségünk a kontrajátékra, több mérkőzés alapján sem, hisz ellenünk majdnem mindenki védekezik, mi pedig felvállaljuk ugye a támadójátékot, és ezáltal erre külön készülni kell. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Grosics Akadémia 2-0, Békés Csaba Sopron 1-0, Moson-Magyaróvár Balmazújváros 1-2, Dorog Kozármisleny 0-2, Vác Soroksár 2-2, Cigán Puskás Akadémia 0-1, Csákvár Szolnok 2-2, Siófok Cegléd 4-2 és Zalaegerszeg Budaörs 0-1. A tabella élén a 17 pontos Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a 16 pontos Balmazújváros. A Kisvárda 14 ponttal a 3. helyen válja a Cigán-szerdai vendégjátékát. Megnyerte saját rendezésű tornáját a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B-re készülő együttes legyőzte a Kassát és a Budapesti Honvédot, valamint vereséget szenvedett a Tiszaújvárostól. A Kékcápák szombaton hazai pályán a békési SSK ellen kezdik a szezont.
Egy év kihagyás után rendezett ismét felkészülési tornát a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A Gergely Tamás emléktornán a hazaiak 75-66-ra legyőzték a budapesti Honvédot, majd 67-64-re kikaptak a Tiszaújvárostól. A záró meccsen a szlovák első osztályú Kassa ellen léptek pályára fazekasék, akik 91-79-en nyertek a vendégek ellen, így körbeverést követően a házigazda nyerte meg a tornát. 100%-osan ugye akkor lettem volna elégedett, ha megnyerjük a harmadik meccset is, de igazából előtte is elmondtam, hogy nem az a lényeg, hogy hány mérkőzést nyerünk, hanem az, hogy ez mennyire szolgálja a felkészülésünket. A legszebb játékot az utolsó mérkőzésen a legerősebb csapat a Kassa ellen mutattuk. Nagyon örülök annak, hogy igazából felnőtt profi játékosokkal tudták fölvenni a harcot a játékosaink, és nem maradtak alul a 17 éves játékosaink sem a Kassa felnőtt csapatával szemben. És egy nagyon szép mérkőzésen tudtuk befejezni a tornát. És úgy gondolom, hogy tökéletesen szolgálta a mi felkészülésünket, amiért a tornát végül is létrehoztuk. A kosaras hétvége zárásaként vasárnap rendezték meg az országos streetball sorozat nyíregyházi tornáját. A Kossuth téren 49 csapat lépett pályára. A kategóriák győztesei bejutottak a budapesti döntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Összefognak a megyei almatermesztők, és ha kell, nem szállítanak addig, amíg a feldolgozók nem emelnek a léalma árán. Erről Balkányban egyeztettek a gazdák a Magosz rendezvényén a hétvégén. A léalmát jelenleg kilónként 17 forintos áron veszik át az üzemek, holott idén ipari almából is kevesebb van. Több a parlagfűvel fertőzött terület idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a csapadékos és napos időjárásnak köszönhető. A szakemberek azt mondják, ennek ellenére a levegő pollen koncentrációja nem rosszabb a korábbi évek átlagaihoz képest. Több mint 200 millió forint, ennyit fordított oktatási nevelési intézmények felújítására idén a nyíregyházi önkormányzat. Az elmúlt hónapokban összesen 5 bölcsőde, 10 óvoda, 7 általános és 7 középiskola újult meg. A legtöbb intézménynél olyan beruházásokat végeztek, amelyekkel a rezsiköltségek csökkenthetők. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 12-én hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap, azaz kedd este is jelentkezünk. Tudósításainkat megtalálhatják honlapunkon is. De munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, kissé nedvesebb légtömeg érkezik térségünk fölé, kedvező feltételeket teremtve záporok, zivatarok kialakulásához. Éjjel az átmeneti derült idő után az éjszaka folyamán kelet felől felhők érkeznek, de számottevő csapadék még nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt marad a szél. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős és napos idő várható, záporok, zivatarok már kialakulhatnak elsősorban a délutáni kora esti órákban. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A már napok óta jellemző szeptemberi nyár a hét végéig tartja magát, addig sok napsütésre 30 fokot közelítő nappali hőmérsékletre és legfeljebb egy-egy hűsítő záporra, zivatarra számíthatunk. Szombattól jelentős változás kezdődik időjárásunkban. A megnövekvő felhőzetből sokfelé valószínű csapadék, a hőmérséklet 2-3 nap alatt országszerte akár 8-10 fokot csökkenhet. Megérkezik tehát az őszies fordulat.